Megmondom őszintén, hogy ezért több ismeretlenes egyen lett, mert nagyon érzelemdús volt ez a hét, és nagyon, nagyon nehéz volt a mai nap is. Nem csak azért, mert magas volt a tét itt a klubtársaim szempontjából, illetve az én szempontomból sikerül még érmet szereznem, hanem azért, mert elveszítettük a drága jó barátunkat, futóedzőmet, Sumer Ákost, akivel 20 éves munkakapcsolatom van, illetve több volt, mint munkakapcsolat szerintem. Úgyhogy nagyon nehéz volt nélküle részt venni ezen a versenyen. Nagyon hiányoljuk őt, és nagyon fáj az ő elveszítése, de ez a mai ezüstérem, ezt szeretnénk mindenféleképpen neki, illetve a családjának ajánlani, hát ebből is erőt fogunk tudni meríteni. A szomorú eseményen túl, hiszen erre Gulyás Michel is utalt, hogy bizony olvashattuk a közösségi médiában azt, hogy neki is tulajdonképpen nevelőedzője volt, és neki köszönheti azt, hogy sportolóvá vált. Ez Erdős Ritával, ez az ezüstérem mennyire volt nehéz itt a vegyesváltó? Tényleg mit jelent számodra? Itt van mindig nagyon nagy élmény versenyezni, és rengetegen látogattak ki, attól függetlenül az egyéni versenyen is rengetegen voltak. Ennek ellenére a mai napon is sokan kilátogattak, és szurkoltak, buzdítottak minket, úgyhogy nekem mindig ez egy szívügyem az itthoni verseny. Úgyhogy nagyon hálás vagyok, hogy a Rituval tudtam versenyezni. Nagyon jót sikerült mennünk, az aranyérem az most nem volt reális, de én azt gondolom, hogy ebből a mai napból kihoztuk, amit kilátott, és iszonyatosan boldog vagyok, hogy még egy éremmel tudtam növelni az érem kollekciómat. 2024 Párizs, az olimpia, az még jár a fejedben? Persze, hogy jár. Igazából én úgy tervezem ezt az évet, hogy próbálok minél több tapasztalatot szerezni, így is, hogy váltóban indulok, illetve indultam ugye korábbiakban a fedett pályás versenyen. Mindenféleképpen a jövő év lesz a vízválasztó. Arra gondolok, hogy kvalifikációs év, az már nem csak egy ingyen év, hanem utána súlyos nagy tétje lesz, úgyhogy én lelkileg, meg fizikailag mindenféleképpen próbálnék föltöltődni arra, és hogyha ez sikerül, akkor megszokott Vaszorovics módszerrel nekivágni a felkészülésnek, a versenynek. De ez ugye az előfeltétele, hogy idén most már évtizedek óta versenyzek, muszáj egy kicsit inkább váltóba, meg más szerepkörbe is kipróbáljam magamat. Na, itt feldobtad a magas labdát, milyen szerepkörben? Sportvezetői, edzői? Egyelőre még nem, csak az én saját klubomban segítem a versenyzőket, mert most már próbáltuk ezt elég komolyan menedzselni. Suminak ez egy nagyon hosszú, súlyos betegsége volt, és próbáltam az ő szakmai munkáját és az ő humánumát pótolni, hogy a fiúknak ne kelljen más metodika alapján, meg vadidegenek alapján, egyes tervek alapján készülni. Hát nem mondom, hogy tudtam őt pótolni, mert biztos, hogy nem tudtam, de azt a munkamorált, illetve azt a hozzáállást, szemléletet próbáltam pótolni, ami nála volt. Így, hogy elveszítettük, így még nehezebb dolgom lesz. De hát az élet sajnos megy tovább, úgyhogy talán nekem most már még többet kell majd segítenem nekik is. Ennek ellenére még nem adtam fel a sportolói karrieremet, ráadásul a Magyar Honvédségnek a szerencsémre a tagja vagyok, úgyhogy ott is jövő hétvégén egy többnapos továbbképzésen fogok részt venni, úgyhogy nagyon összetett és bonyolult az életem, de hát én mindig ilyen voltam, már csak azért is, mert az ötösát választottam.